Gyakran tapasztalható az a felnőtt minta, hogy minden problémát erőből veszekedéssel próbálnak megoldani. Aki a hangosabb jobban meg tudja félemlíteni a másikat, az nyer. Milyen mértékben igaz ez társadalmunkra? Azt gondolom, hogy teljes mértékben igaz, bár az én előadásom lényegében a gyermeki agresszióról szól, tehát igazából a gyermekkorban kialakuló agresszív megnyilvánulásokról fogok előadást tartani. A minta, ahogy a kérdésedben is benne volt, egy nagyon fontos létező elem. A gyerekek az agressziót is, ugyanúgy, mint sok minden mást, az azonosulási személytől minta során tanulják el. Tehát ilyen szempontból nagyon jelentős feladat áll előttünk szülők és felnőttek előtt, hogy milyen mintát nyújtunk a gyerekeknek. Milyen jelekre érdemes odafigyelni? Hát először is önmagunkra figyeljünk oda, hogy bennünk milyen érzések keletkeznek. Szerintem nagyon fontos, ami a mai társadalomban talán egy kicsit háttérbe szorult, hogy az érzésekről beszélni. Akár a gyerekekkel, de akár egymás között is. Tehát akár a partneri kapcsolatban, akár a munkahelyen az érzések, hogy mi milyen érzést vált ki belőlünk, hogy ezek az érzések milyen hatással vannak ránk. És hogyha erről beszélünk, akkor a gyerekekkel is beszélünk erről, akkor a gyerek számára is világosabb, egyértelműbb lesz és érthetőbb lesz, hogy miről van szó. Nagyon fontos itt a születéstől kezdődően, hogy nem egy tudatos, hanem nagyon sokszor egy ösztönös megoldási módként alkalmazzuk ugye az agressziót, illetve erre is többféle elképzelés van. De én azt gondolom, hogy a nevelésnek is nagyon nagy jelentősége van. Tehát, hogyha mi jó mintát mutatunk, ha jó példát mutatunk, akkor azért a jó útra tudjuk terelni a gyerekek fejlődését is. Amit kérdeztél, hogy akkor mire érdemes figyelni? Arra érdemes figyelni, hogyha a gyerekeknél már csirájában megjelenik ez, hogy agresszíven próbálnak bizonyos eseteket megoldani, akkor mindenképpen meg kell nyugtatni őket, le kell nyugtatni őket, és beszélni, hogy mit éreztél, miért érezted azt, hogy ez a megoldás, miért nem jutott eszedbe más megoldás. És ezért fontos megint csak a minta, mert akkor, ha mi tudunk alternatív megoldási mintákat nyújtani, akkor őnek is eszköze lesz, lehetősége lesz arra, hogy változtasson ezeken a megoldásokon. Agresszívabbak-e a mostani gyerekek, mint a korábbi generációk? Én azt gondolom, hogy az egész társadalom agresszívabb, az egész világ. Ez most azt gondolom, ami a napokban történt, ez is nagyon jól mutatja azért, hogy a világ egy kicsit felborult, nincs mindenki a helyzet magaslatán, és a gyerekeknek is igen sokkal nehezebb dolguk van, és én azt gondolom, hogy a családok is egy kicsit másképp töltik be a szerepüket, a hozzájuk fűzött szerepeket, elvárásoknak másképp tudnak eleget tenni, és ezáltal a gyerekek is más milyenek. És lényegében, összességében nem biztos, hogy azt mondanám, hogy mindenki agresszívebb, de azért összességében mégiscsak az a benyomás, hogy nagyon sokszor választjuk az agresszív megoldási módokat. Gerjeszte agresszivitást a média? Az én véleményem szerint mindenképpen igen. A tévével, ahogy bekerült a tévé, ugye a széles társadalomba elfogadható, elérhető lett, így tudományosan is vizsgálták ezt, és kimutatták, hogy duplájára, több mint duplájára nőtt az agresszív cselekedeteknek a mennyisége. Ennek nagyon fontos akkor a szerepe, hogyha nincs más, ami kompenzálja. Tehát, hogyha egy nem odafigyelő magatartás van a szülők részéről, egy elhanyagoló, nem töltünk időt, közös időt, minőségi időt a gyerekünkkel, hanem állandóan a tévé előtt ül, és ő saját maga választja ki, hogy mit néz. És általában ugye azért, hogy a feszültséget levezesse, nagyon sokszor akciófilmeket néznek. Az akciófilmek tele vannak erőszakos cselekedetekkel. Volt olyan vizsgálat, ami azt mutatta ki, hogy 18 éves korára egy amerikai gyerek például 25 ezer gyilkosságot látott, vagy nézett meg. És ezáltal, hogyha ezt nem beszéli meg, nem beszélnek róla, akkor beépítheti, utánozhatja, illetve egyetlen megoldási lehetőségként is alkalmazhatja ezt. Úgyhogy szerintem igen.